Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket innen Székesfehérvár belvárosából, ahonnan elindul, illetve hát adásunk pillanatában már elindult az idei jótékonysági futás, melynek fő szervezője és természetesen egyik résztvevője Lajkó Csaba ultrafutó, aki itt az országalmától vezeti kis csapatát. Az idei jótékonysági ultrafutásról mit kell tudni, mekkora távot érint és milyen célt szolgál? Sok szeretettel üdvözlem a tévénézőket. Az idei jótékonysági futás, ugye 8 órakor indulunk innen az országalmától, 20-án jövünk meg 4 órakor a Bartók Béra tére. Az idén a székesfehérvári heti betevőknek a szervezetéről gyűjtünk adományokat, elsősorban tartós élelmiszereket, de szívesen fogadunk használt és jó állapotú játékokat is. Az útvonalunk ezúttal Székesfehérvár, Esztergom, Komárom, György, Celdömölk, Veszprém és Székesfehérvár lesz. Ez közel 380 kilométeres távolságot jelent, és itt ide várunk minden becsatlakozni vágyott és adományozni vágyott. Hányan indultok, és akkor milyen napi leosztás, körben mennyit futtok így naponta? 8 fő lesz az a standard csapat, aki végigfutja a 6 napot. Az első nap ez egy 86 kilométeres etap lesz, utána lesz 2 nap pihenő napunk, úgymond egy 250 kilométeres szakasz lesz, és akkor utána pedig egy nehezebb, 275-76 kilométeres szakasz, és az utolsó nap pedig egy 46 kilométeres táv lesz. Hát ez azért embert próbáló, mik a tapasztalatok, hányan szeretnek útközben akár résztávokra, akár hosszabbra becsatlakozni? Pozitív tapasztalataim vannak, mert azért ugye én előtte a futótársakat az érintett településeken már megkeresem, tehát ők már tudnak róla, hogy érkezünk, és ők is szerveznek ilyen kis helyi csapatokat, akik be fognak csatlakozni az út során. Köszönöm szépen! A kedves nézők tehát természetesen majd értesülhetnek róla, hogy hol tart a futás, illetve ahogy Csaba is említette, augusztus 20-án lesz a beérkezés ide Fehérvárra, és hát kívánjuk, hogy minél inkább teljesüljenek a jótékony célok is. Most pedig a továbbiakban a Lajkó Csabával korábban rögzített beszélgetést láthatják itt a Bajnokok városában, amelyet a stúdióban rögzítettünk még az előző évben, hiszen azért Csaba mögött nem akármilyen pályafutás és kalandok állnak már, úgyhogy fogadják ezt is szeretettel. Köszöntöm Önöket itt a fehérvári beszélgetésekben, a mai adásban biztos, hogy szó lesz az egészséges életmódról, a rendszeres testmozgásról és karitatív nemes küldetésekről is. Stúdiónk vendége Lajkó Csaba. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlöm a tévénézőket. Sokszor beszámolt már a Fehérvár Televízió a te különböző vállalásaidról, ami mindig valami nagyon-nagyon hosszú táv teljesítéséről szólt, és valami nagyon-nagyon nemes cél érdekében. Hogyan jött ez a te életedbe? Hát maga ez a karitatív tevékenység, hogyha ezt nevezhetjük így. Hát ez úgy jött, hogy utána elkezdtem a hosszú ultrafutással foglalkozni, és valahogy bennem volt az, hogy valahogy segíteni kellene az embereken, azokkal, akik rászorulnak. És akkor ez így 2010-ben így ez elkezdődött, és azóta minden évben megy folyamatosan. Mi alapján döntöd el, hogy éppen milyen célért futsz, vagy milyen ügy mellé állsz oda? Hát ugye az első, ugye az árvízkáros útakért ment, az adott volt. Utána jöttek a sajnálatos kolontári események, az úgy megint adta magát. És utána pedig már inkább a gyerekek fele fordult a más, de a természeti katasztrófák azért jelenleg elkerülték az országunkat, és akkor így jöttek a dongyerekek, a fogyatékkal élők, nekem ők a szívem csücskei, ők lettek. Az, hogy mondjuk egy ilyen nemes vagy szép cél érdekében teljesít az ember egy ilyen ultratávot, az jelent valami pluszt a táv teljesítése közben neked, vagy ad valami plusz dolgot, hogy plusz erőd legyen, meg tud csinálni, milyen plusz dolgot tesz hozzá? Nekem ez az út, ez mondjuk úgy, hogy nekem ez az arándok utam nevezem így, nekem ez mindig erőt ad, és ugye ilyenkor nem csak én futok, hanem van egy csapat, ezt a csapatot csupa nagybetűvel mondanám, akik egy 8-10 fős csapat szokott minden évben jönni hozzám, akik felváltva futnak, és ők adnak erőt adnak, és segítenek, illetve nagyon sok helyen jönnek a becsatlakozók kerékpárral, és a lelkesedés és a segítkészség az, ami engem tovább lelkesít és visz előre. Nyilván, ahogy mondtad, ez a te zarándok utad, de a nem titkolt cél az, hogy felhívja a társadalom figyelmét ezekre a különböző csoportokra, a gyerekekre, a fogyatékkal élőkre. Mennyire sikeresek ezek az akciók? Én úgy gondolom, hogy tapasztalásom is az, hogy mi nem tudunk vinni sok milliót, tehát nem viszünk.
viszont abban az egy hétben, amíg futunk, addig legalábbis a futótársadalom nagy része, és azon keresztül nagyon sok emberhez eljut. Tehát én mondhatnám példának adon gyerekeket, amiket én sem tudtam, hogy milyenek, vagy csak hallottam róluk, és akkor 2011-ben először futottam hozzájuk, először én is óvatosan közeltettem feléjük, és amikor odaértünk és fogadtak minket, és ott ölelgettek minden, és akkor éreztem azt, hogy igenek az én gyerekeim, attól függetlenül ugye nem a vérszerinti gyerekeim. Tehát azt gondolom, hogy abban az egy hétben nagyon sokan megismerik ezeket a gyerekeket, nem csak a dónokat, a fogyatékkal élőket, és ez már egy nagy plusz, vagy akár azokat az alapítványokat, akikért futunk. Tehát gyakorlatilag hírüket visszük az országban, mert tényleg nagyon sokan futnak, kerékpároznak, illetve beszélnek róluk addig. Ahogy említetted ugye az imént, hogy akkor ismerted meg ezeket a gyerekeket, és akkor kerültél közelebb hozzájuk, akkor egy ilyen esemény mondjuk lehet híd is a társadalom épp és fogyatékkal élő tagjai között? Mindenképp szerintem lehet, mert ahogy mondtam, gyakorlatilag nagyon sok ember megismeri őket, közelebb kerülnek, és nem úgy közelítenek feléjük legközelebb, akár a hétköznapi életben, ha jön feléjük szemben az utcán, hanem úgy, mint a dongyerekek, és teljesen másképp közelítik meg őket. Elfogadó a társadalom? Hogyan látod? Én azt látom, hogy elfogadó. Tehát most ugye a legutolsó futásomon is, akkor befutottunk a Dóriházba, és ott várt minket egy kislány, és láttam azt, hogy ott voltunk kb. 20-30-an, és nagy része, az emberek nagy részének könyvszakadt a szemébe, pedig csak ott látta, és beszélgettünk, és fogadtak minket. Azt ugye mondtad, hogy neked vagy a futótársaidnak mit jelent ez a szép és nemes vállalás, de hogyan látod, mit jelent azoknak, akikért te futsz? Ne csak a gyerekekről beszéljünk a szülőkről. Igen, a szülőkről is. Tehát én azt mondom, és azt látom, hogy a szülők, vagy akár az alapítványi dolgozók, ők nagyon hálásak. Tehát, és ők is úgy vannak vele, hogy tehát nem csak a pénzi vagy a tárgyi adományt, amit gyűjtünk az út során, azért hálásak, hanem azért is nagyon hálásak, hogy látják azt, hogy visszük magunkkal a szeretetünket. És nekem ez a legfőbb célom, hogy a két szeretet az összetalálkozzon. Amikor egyeztettünk a mai találkozásról, akkor arra kértelek, hogy hozzál magaddal számodra fontos tárgyakat. Igen. Én azt hiszem, hogy már a póló, amiben érkeztél, igen, az is egy ilyen jelzésértékű tárgy, igen, jól gondolom? Igen, teljesen jól gondolod, mert ugye most ért véget szombaton a egyhetes jótékonysági futáson, jövő szombaton egy maratonra megyek, és pont a Dóna Egyesületért futok egy maratont. Tehát akkor már ez is jelképezi a számodra fontos dolgot, és hát még az asztalon is látok én néhány tárgyat, amivel érkeztél. Igen. Ezeket egy kicsit mutassuk meg a nézőknek, illetve beszélgessünk már ezekről, hogy ezek hát, mit is. Jó, hát az egyikre, amire a legbüszkébb vagyok, és én ezt mindig, amikor én ezt átvehettem 2014-ben Székesfehérvár polgármesterétől a Pro Caritate díjat, én akkor azt mondtam, hogy ez nem csak az én díjam, hanem az összes futói, akik részt vettek ezen a jótékonysági futáson. Tehát nekem azt mondom, hogy erre vagyok az egyik legjobban büszke arra, amit eddig tettem. És a csapatod. És a csapatod. Nagybetűs csapat. Hát ez az egyik. Ez kapcsolódik még ez, amit gyerekek csináltak és kaptam tőlük. Ez ilyen áprilisban volt a Bátor táborére egy élményfutás, konkrétan egy 60 kilométeres futás Fehérvárról 60-ba. Én erre is nagyon büszkék vagyok, mert ott is az a lelkesedés, és tényleg az, ahogy fogadtak. Ez egy élmény különítmény? Igen, élmény különítmény. 15 éves volt a Bátor tábor, és abból az alkalomból szerveztek, és egy 10-en elfutottunk Pestről 60-mal. Aztán, hát ugye azért sportolok is, nem csak karitatívan futok, ezért elhoztam két olyan dolgot, amire nagyon büszke vagyok. Ugye nagyon sokan tudják, hogy van az Athén és Spárta közti futóverseny, Spartatlonnak is hívnak, ezt eddig négyszer sikerült teljesíteni, ebből az egyiket elhoztam, az emlékplakettet, amit tavaly kaptam. Ez minden ultrafutónak az egyik álma, hogy ezt le tudja futni. Amire én úgy gondolom, hogy büszke lehetek, és büszke is vagyok, hogy 2013-ban és 2014-ben, nem tudom mennyire fog ez látszani, Magyarország ultrafutójának választottak. Tehát nekem még ez az egyik nagy büszkeségem. Egymás után akkor? Igen. Tehát ezeket a tárgyakat hoztam most. Persze van több is, de
most ezeket választottam. Most ezek kerültek ma elő, amik így számodra fontos dolgok voltak. Egy kicsit visszakanyarodnék a futáshoz, azon belül is az ultrafutáshoz. Hogy ez hogy jött a te életedbe? Először elkezdtél futni, vagy miért éppen ezt a nagy távot választottad, ezt az ultra távot? Hát én 17-18 éves koromig sportoltam, atlétizáltam többek között, hát ugye minden gyerek nagyon sok sportot kipróbáltam, menni maradtam. Utána abba hagytam, elhisztam szokás szerint, mindenktől legtöbb ember, aki hogy kényelmesen veszi az életét, ugye jött a család, és hát ugye sokat tudják, hogy felmentem 100 kilóra, 100 fölé, és valamit már kezdeni kellett magammal, mert egyrészt a tükörbe se tudtam nézni, másrészt meg ugye, egészségügyi problémák voltak, és én gyógyszert nem akartam szedni rögtön. És akkor hát így nekiálltam, és az egyik fitness edzőnek a videokazettájára kezdtem a 4. emeleten ugribugrizni 100 kilósan, és természetesen az alap az az étrendváltozás volt. Tehát ez volt az alap, amikor így 100-ról lementem olyan 65-66 kilóra, és akkor ez már, kevés, ezt már kevésnek éreztem, és akkor ezt elkezdtem járni konditerembe, azt egy kis izomépítéssel foglalkozni, majd jött a futás mellé kiegészítőnek, és akkor így itt ragadtam, kisebb versenyekkel kezdtem 2005-ben, és akkor 2007-ben, ugye régen volt ez a tollelés az SM betegekért, és azon belül a Halesz Barban volt ilyen 12-24 órás futás. Ez egy non-stop örömfutás, igaz? Igen, és ott a 12 óráson részt vettem, de akkor semmi olyan, tehát tényleg csak egy örömfutás jelleggel. És a végül is maga az ultrafutás, a hosszú távfutás az úgy jött, hogy 2008-ban kitaláltam azt, hogy egyszer körbefutom a Balaton, erre van verseny is, és akkor, de csak kíváncsiságból és tényleg semmilyen további vágyam nem volt ezzel kapcsolatban. Ezt meg körbefutottam, és akkor valahogy ott ragadtam ebbe a táborba. Nagyon sok érdekes dolgot mondtál, amit mindenképpen szeretnék megkérdezni. Az első, rögtön kezdjük arról, hogy mondjuk 100 kilóról lemenni 65 kilóra. Azt hiszem, hogy nyilván az egy ilyen kézenfekvő dolog, és sajnos egy ismert statisztika, hogy a magyar lakosság nagy része, de nem csak a magyar, hanem Európa szerte, de akár világszerte is az a tendencia, hogy nagyon keveset mozgunk, aztán a mozgásszegény életmódból jön az, hogy elhízunk, és ez egy ilyen népbetegség már. Mekkora kitartás kellett ahhoz, hogy mondjuk erről a 100 kilóról le tudjál menni egy ideális testsúlyra a 65 kilóra? Mennyi ideig tartott ez, és milyen kulisszatitkokat osztanál meg azzal, aki mondjuk most esetleg otthon még a távirányítóval a kezében ül a tévé előtt, és magában azon tanakodik, hogy jó, de hát hogyan álljak neki, ez nekem úgysem fog sikerülni. Hát én mindig ott kezdem, ugye főleg mostában nagyon divatosak különböző diéták, ugye fordulnak azért hozzám tanácsokért, és én mindig azt mondom, hogy felejtsük ezeket a szuper-hiper párnapos diétákat, mert ennek semmi értelme nincs. Tehát a legfontosabb az, hogy mozgás nélkül nincs fogyás. Tehát én nem azt mondom, hogy bárki menjen el futni, vannak edzőtermek, lehet úszni, kerékpározni. Meg nyilván egy nagyobb súlynál nem is tud rögtön futni persze, menni. Persze, így van. Tehát és ami az egyik legalább az étrendváltozás. Tehát ne csináljuk azt például, hogy azt mondom, hogy vacsorra ettem egy salátát, mert úgy diétázom, egy óra beülök a tévé mögé, veszem a kólát, a chipset, a jégkrémet, meg a stb. A kajákat, amit ő viszont hízok, de ő azt mondta, hogy vacsorára alig evett valamit, és 6 óra előtt. Tehát nem, itt nagyon el kell felejteni neket a dolgokat, és tényleg egy egészséges étrendet kell kialakítani. Erre viszont lehet nagyon jókat találni, de mondom, teljesen az alap a fehér cukor, a fehér liszt, az alkohol elhagyása, a cukor, az édesség, ezek a chipszerű dolgok, ezeket alapból elhagyom, és egy napi ötszöri étkezést beiktatok rengeteg folyadékkal, az már egy lépés. Az első lépés, nagyon nehéz lesz, mert az ember megszokta, hogy jó ízűeket eszik, de hogyha már ez megvan, az már egy elindulás, és akkor utána lehet a sportot beiktatni. És én azt szoktam tanácsolni, hogy legyen egy fél óra. Menjen ki a parkba, csinálj egy kis erőltetett, gyorsabb tempójú gyaloglást, ebbe kocogjon bele kétszer-háromszor, ezt fél órán keresztül csinálja, akár hetente négyszer-ötször, az már egy nagy lépés. És utána már úgyis kedvet kap ahhoz, hogy elkezdjen futkározni, tehát hogy felváltsa a gyaloglást fokozatosan egy kocogásba, majd később úgyis lesz egy futás, ami töltik tovább ki az időt. Azt viszont nem ajánlom, hogy rögtön kezdjen futásba, hogy lefogyok, és akkor egyből megyek fél órákat, egy órákat futni, mert egyrészt ugye a szervezetnek meg kell szokni a terhelést,
Másrészt ugye a sérülésveszély is fennáll, ez egy nagyobb súlyna azért könnyebben megsérül az ember. Illetve mivel nem tapasztalja meg rögtön azt, hogy na most én futottam 2 hétig, és nem fogytam 10 kilót, akkor elmegy a kedve. Tehát mikor álljunk rá a mérlegre a kedv kérdés miatt? Én nem a mérleget javaslom. Javaslom a centit, ha nagyon akarjuk mérni, meg a tükröt. Vagy, ami másik megoldás, vegyek egy számmal kisebb ruhát, és azt időnként vegyem föl. És ha már benne vagyok, akkor már siker. De mondom, nagyon nagy türelem kell hozzá. Most az, hogy nekem körülbelül fél év, 3 évembe tellett, lehet, hogy szerencsés alkat vagyok. Ezt nem tudom, de tényleg nagy türelem kell hozzá. Meg hogy ne essen vissza az ember, ne ad voltak ilyen kritikus pontok, amikor elcsábultál volna, vagy így tartottad magad a legelétől a legvégéig, és nem hát volt kísértés? Nem volt kísértés. Tehát addig, amíg le nem fogytam, és el nem kezdtem sportolni, addig abszolút semmilyen kísértés nem volt. Ugye most, hogy ilyen több ezer kalóriákat elégetek egy hosszú futás során, most azért... Engedhetsz azért egy kicsit. Engedhetek, de hogyha abban az időszakban visszagondolok, és akkor is most is találkoztam tanácsolni, hogy hetente egyszer egy csalónapot be lehet tartani. De az se mértéktelenül, de csak de akkor egy kicsit engedhetünk. Akkor lehet ugye engedni édesség, olyan dolgoknak, hogy amiket ugye egyébként most elvontunk magunktól. És akkor azt mondhatjuk, hogy egy fél év, 3/4 év mindenképpen szükséges ahhoz. Tehát nem hihet az ember az ilyen csodaszereknek, hogy már majd 2 hét, meg 1 hónap, meg 3 hónap nem, alatt, nem tudom, 40-50 kilótól nem, meg semmi, lehet semmi szabadulni. Képsel. Én is próbálkoztam először, mert ugye én is ugye ember vagyok, és gyaló ember vagyok, és ezt bepróbálkoztam az én csodateákkal. Az ember általában be is ugrik ezeknek. Ledobtam 5 kilót, aztán visszaszedtem 10-et, tehát nem. Tehát én azt mondom, hogy igenis kell mellé maga a mozgás. Tehát az étrend és a mozgás segítja az egésznek. Ez az alap, teljesen. Aztán utána a következő pont, amit mondtál, hogy ugye elkezdtél kocogni, elkezdtél futni, és nem volt terv az, hogy ultratávra vállalkozzál, de mégiscsak eljutottál odáig. Mi az, ami mondjuk a Balaton körbefutása után itt tartott? Nem tudom, talán az, hogy kerestem a kihívásokat. Tehát amikor az ember már egy kicsit ilyen extrém dolgok fele hajlik, akkor már keresi a kihívásokat, hogy megpróbálja feszegetni a határait. És én ezt valahogy így éreztem. És ugye a Balaton után már jöttek a többi versenyek, 24 órás, 48, 6 napos, vagy akár a spartatlon, tehát egyre többek, vagy a sorozott terhelések, ezek végül is maga a jótékonysági futás és sorozott terhelés. Ugye naponta futunk 50-80-90 kilométert, megpihenünk valahol, másnap megyünk, a regeneráció az, ami nagyon fontos. Kell lesz ehhez egyfajta megszállottság? Én azt gondolom, hogy kell. Tehát minden ilyen extrém sportban azért meg ott van a megszállottság, meg az őrültség is egy kicsit, de benne van maga a sport iránti szeretet. Tehát ebben a sportban is azért ezeket a nagy távokat le tudjuk küzdeni. Ugye kell a szeretet, a tisztelet és az alázat a táv iránt. Tehát nem lehet, hogy... Tehát voltak olyanok, akik a mostani balatoni futóversenyen is, hogy nagy arccal mondanám, hogy bocsánatot kérek tőlük előre, hogy körbefutom a pocsolyát. Tehát most én ezt rögtön reagáltam, hogy ne nevezd pocsolyának. Ez már tiszteletlenség, ez a Balaton. És nem is tudta befejezni a versenyt, többen voltak így. Hogyan álljunk neki futni? Mi szükségeltetik a futáshoz, hogy jól érezzük magunkat? Kell egy jó cipő, vagy kényelmes felszerelés? Hát sajnos ugye egy időben azt mondták, hogy a futás olcsó sport. Nem kell hozzá semmi. Lehet viszonyítani a többi sporthoz, nem olcsó, már nem annyira olcsó, de még olcsón ki lehet belejönni. Ugye egy kezdőknek ajánlott mindenképp egy futócipő. Én azt tudom tanácsolni, hogy próbálja meg nem rögtön aszfalton menni. Vannak itt Fehérváron is nagyon jó kis kialakított sportpályák, ahol salakos vagy földes, tehát hogy nyugodtan lehet futni. Ez jobban kíméli az ízületeket. Tehát egy cipőt azért már lehet venni 10-15 ezer forintért. Aztán utána már úgyis jön a technikai ruházat, ami még nagyon fontos, de a cipő a csillapítás miatt az a legfontosabb, tehát az legyen az első, ami kiálló. Tehát én sajnálom azt, akit látom, hogy ilyen teremcipőben, vagy ez a mezei torna cipőben fut, mert el lehet abban is futni, csak hát hosszú az távon azért többet árt, nem? Többet árt mindenképp, igen. Tehát jó, persze vannak ezek a naturalista futó megmozdulások, hogy fuss mezítláb, meg minden. Én ezzel annyiban szoktam elvitatkozni ezekkel a sportolókkal, hogy most azóta más az embernek a felépítése. Csontozata, az izületei teljesen másak, mint annak idején, amikor
az indiánok, vagy bárkik, akik így futottak, mert most nagy divat lett a taharuma indiánokat utánozni, akik Mexikóban élnek, sziklákon élnek, és egy saruban szaladgálnak napi 100-120 kilométereket, de ők teljesen más felépítésűek. Aztán, amikor így beszélgettünk erről a mai találkozóról, volt szó ugye a tárgyakról, volt szó ugye, hogy majd a futás biztos, hogy célkereszt alá kerül. Lehet-e beszélni, mint hogy most mondtad is, említettél két dolgot, hogy ebben a sportban is vannak trendek, amik folyamatosan időről időre változnak? Most ezt a kérdést én igazán értem. Tehát, hogy vannak-e trendek, amik folyamatosan megjelennek, aztán elmúlnak, változnak ebben a sportágban is, amit említettél, hogy vannak a mezitlábfutók, a naturalisták, hogy mit tapasztaltál az elmúlt időszak alatt, amióta mondjuk te elkezdtél futni? Hát fogyasztó társadalomban élünk, tehát most már azért is megjelentek olyan dolgok, amik egyrészt segíthetik a futást, de ugyanakkor feleslegesek. Tehát az, hogy egy kezdőfutó például 100-150 ezer forintos órába belefektessen, teljesen felesleges. A szuperebbnél szuperebbnek nevezett kompressziós dolgok, amik egy vagyont érnek, pénzölésnek tartom. Tehát főleg az, hogy 10-15-20 kilométereket futok, de én mondjuk egyáltalán én azt mondom, hogy teljesen felesleges dolgok. Tehát jönnek ezek az újabb és újabb olyan dolgok, amiket az ember próbálják meggyőzni, hogy szükséged van rá, vedd meg mindenképp. Hát én mindig igyekszem ezeket ilyenekről lebeszélni az embereket. Tehát éreznem jól magam, ne szorítson semmi. És tényleg a futással tudja foglalkozni, nem az, hogy most hogy nézek ki, mert már időnként örület, ami van. Viszont a társadalom, a futótársadalom azért azt mondhatjuk egy baráti társaság, egy nagy baráti társaság, egy nagy összetartó társaság? Én azt mondanám, hogy igen. Tehát ha olyan dologról van szó, akkor igen. Persze természetesen itt is emberek vannak, azért is megfelült időnként a fejét az irigység, a rossz indulat, de azt mondom, hogy szélsőséges dolgok, de tényleg az összetartás az benne van. Hogyha kéne vállalni egy újabb küldetést, akkor mi lenne az? Hát ugye hát ez most lett vége, pár napja. De szeretem, mert ilyenkor jönnek a lelkes emberek, és ezért fussunk, azért fussunk. Én úgy gondolom, hogy egy évben egyszer elég egy ilyen. Tehát ugye régebben úgy csináltam, hogy volt egy ilyen országos futás, meg Fehérváron is szerveztem időnként. Lehet, hogy télen most megint lesz valamit Fehérváron, egy ilyen 4-6 órás sörönfutással egybekötött adománygyűjtés, és akkor jövő nyáron még nem tudom. Tehát van több lehetőség, többen megkerestek, ötletek vannak, nem tudom még messze van. És hogy a teljesítményben vagy kihívásban nézzük, akkor mi az, amit szeretnél még teljesíteni? A sportban? A sportban, igen. Úgyhogy egy kicsit most a karitatív célon túllépünk. Hát a sportban gyakorlatilag... Hiszen tudom, mert az a baj, hogy már teljesítettél mindent. Hát elég sok mindent, igen. És ugye kérem tovább, azért próbálom feszegetni a határokat. Volt egy 6 napos versenyem tavaly, akkor azt mondod, úgy mentem, hogy csak kipróbálom magam, hogy az milyen lehet. De eszemágában se volt, hogy többet ott legyek. Akkor már mondták az ottani szervezők, hogy vissza fogok vágyni. Ez körülbelül 2 hét után meg is történt, az idén nem mentem. Hát jövőre szeretnék elmenni. Akkor tanultam nagyon sok mindent. Akkor már tényleg ott voltam a határ szélén. Tehát azt mondtam, hogy ez igen, megint neki szeretnék indulni. Tehát most jövőre ez lesz az egyik főversenyem. Az idén még van egy esélyem arra, hogy egy 24 órás Európa-bajnokságra kijussak a magyar válogatott színeibe, azt nagyon szeretném. És akkor egyelőre ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, hogy még milyen. Amikor mondjuk készülsz egy ilyen nagy vállalásra, akkor fizikálisan és fejben mennyire kell ott lenni? Külön fejben is készülsz ezekre a feladatokra, és külön fizikálisan is? Fizikálisan mindenképp készülök, tehát ugye azért naponta 5-szer edzek minimum, azért mert pihenő nap kell, és ott most már, ahogy egyre többet futok, egyre régebb óta, és ugye vannak több tapasztalásaim is, most már egy keresztedzéseket is beiktatok egy kerékpárral. Tehát fizikálisan úgy érzem, hogy megy a felkészülés, hát igen, lelkileg és fejben kell nagyon erősnek lenni. Ugye fontos az, hogy egy ilyen kihívásnál a háttér is meglegyen, a nyugodt háttér. Egy ilyen kihívásnál az van, hogy egy idő után már nem csak a lábad az visz előre, de
de azt, hogy ott legyél fejben erősen, mert csak a fejed és a szíved fog. Tehát tiltakozni fog a tested, mindenet fog előbb-utóbb tiltakozni, hogy hagyd abba, állj le, mert minek kínlódok, de akkor lép ez életbe, hogy akkor igen, akkor fejben és a szívemmel megyek tovább. Mi jelenthet mondjuk nehézséget egy ilyen nagy vállalás során? Nyilván, amit említettél, hogy tiltakozik a szervezetet, hogy már ott vagy a határon, és már nem menj tovább, vagy esetleg mondjuk az időjárás, vagy esetleg mondjuk a terepviszonyok. Mi az, ami mondjuk nehezítheti azt, hogy aki vállalja ezt a küldetést, azt teljesítse is? Hát jönnek az izomfájdalmak. Jönnek a térdfájások, az achilleszfájások, a csonthártya, tehát mindenféle ilyen finom fájás jön, mert most ezeket úgy valamennyire ki lehet iktatni fejben is egyébként, tehát a kisebb fájdalmakat. Aztán jönnek az apró technikák, hogy kicsit pillanatra jegelem őket, vagy kicsit megnyújtom az izmokat. Jönnek olyan problémák a szélsőséges időjárásokat. Mondjuk én szeretem a szélsőséges időjárásokat. Tehát neked a barátod a szélsőséges időjárás. Én szeretem, de nekem az is egy kihívás, hogy leküzdeni akár a 35-40 fokot. Tehát pár éve spártatlanul 40 fok volt. 40-45 fokot mértek az aszfalt közelébe, annak a egyharmada ért célbe a versenyzőknek, tehát olyan nagy volt a kiállási arány, vagy akár a hideget is, tehát én minden ilyen időjárási bizonyosságot szeretek, azt is le kell küzdeni, tehát ott nincs mese, tehát nincs az, hogy ha indulok egy versenyen, és el kell szakadni az eső, vagy hideg van, és akkor beülök a buszba, vagy a kocsiba, mert hát nem lehet. Tehát ha valamit teljesíteni akarok, akkor menni kell. Én szerencsés vagyok, mert gyomor problémáim nem igen szoktak lenni. Nagyon sok futónak viszont van. Tehát itt a folyamatos frissítésre is nagyon kell figyelni, hogy mit eszek, mit iszok, nagyon fontos a sok folyadék. Akkor itt már vannak ilyen kis apró táplálékkiegészítők, hogy magnézium, az alap, a sótabletta, az aminósavak, ezeket folyamatosan kell bevinni, hogy kb. 2 óránként. Aztán ugye van egy ilyen nagy táv, amit teljesíteni kell, és említetted már a csapatot, hogy fontos, hogy egy jó csapat ott legyen mögötted. Hogyan találod meg a csapat tagjait? Hát ha jótékonysági futásról beszélünk, azt mondanám, hogy van egy mag, tehát van egy 3-4 főből álló barát, aki mindig ott van. És akkor gyakorlatilag ez úgy van, hogy körbe kérdezem az útrafutókat, hogy ki szeretne jönni, mert hát ugye az egy ilyen szervezés során a szállásról is gondoskodnom kell, és ugye ebből is megmutatkozik az emberek segítőkészsége, hogy amikor én megtervezem az útvonalat, hogy hova futunk, milyen településeken futunk át, és hol esteledik ránk nagyjából, ott mindig van egy futó, aki segít szállást keresni, és ingyen szállással, tehát ez neki nagyobb volt, hogy tornateremben alszunk, vagy kultúrház színpadán, teljesen mindegy, mosakodni tudjunk, aludni tudjunk. Tehát itt is már kezdődik az összefogás, és akkor 8-10-es főtársaság összegyűlik, és akkor ez az a csapat, aki azt mondja, hogy végigvisz a lelkesedéssel. A versenyeken frissítőkre van szükség. Tehát egy frissítőnek nagyon fontos az, hogy mikor látja azt, hogy átmegyünk zombi üzemmódba, vagy elkeseredünk, hullámvölgy van, ki akarunk szállni, nekiállunk hisztizni, dilizünk, bármi. Tehát ilyen van, ilyen érzelmi hullámok. Neki kell visszarángatni a helyünkre, és hogy tudjunk tovább menni. Tehát odafigyel, hogyha én azt mondom, hogy nem vagyok éhes, hagyj engem a kajával már, mert tényleg minden belegem, ő akkor is nyuszkolja belém és adja. Hogyha bármit kérek, akkor rögtön beszerzni, mert tényleg van olyan, hogy 12-13 óra után nekem eszembe jut valami olyan extrém dolog, hogy szólok neki, és akkor igyekszik beszerezni. Tehát és fix frissítőid vannak, vagy mindig változik ezeknek a személyhez? Ez azért mégiscsak egy ilyen bizalmi dolog. Igen, ez egy nagyon bizalmi. Hát van egy, van két barátom, akik mindig ott vannak, aztán még általában van, aki jön még segít, de ők fixek. Úgyhogy maximálisan megbízom bennük. Nagyjából azt összeszámoltad, hogy hány kilométer lehet a lábadban? Olyan 60 ezer körül. Az nem kis táv. Mennyi lesz még? Nem tudom. Nem hát tudod? Most tavaly volt egy hullámvölgyem, mert tavaly volt ez a tavaszi szezon az, ami egy kicsit besokaltam, tehát volt egy világbajnokság, 24 órás, akkor utána jött a 6 napos, akkor jött a jótékonysági futás, az Ultra Balaton, tehát ez körülbelül 2-3 hónap alatt, és az kilométerben ez már nagyon sok volt, és hogy hát ugye az ember nem figyel magára, jött a túledzettségi állapot, ugye ez is benne van, ez is veszélyes tud lenni.
meg már régóta csinálom, ugye elfogyott a motivációm is. Spátára már úgy készültem, hogy tényleg fájt minden, nem is tudtam, de tudtam, hogy be akarom csinálni. És akkor hogy októberben azt mondta, hogy kicsit pihenek. És érdekes módon nem tudtam két hétnél tovább igazán pihenni. Tehát jó lett volna egy-két hónapot, tehát egyáltalán a futással nem foglalkozni, úgy csak magammal, a környezetemmel, a magánélettel, de valahogy nem tudtam, de szép lassan azért kilábaltam, és egy-két hónapja azt mondom, hogy újra visszatértem oda, ahol abba hagytam. Ennyi futás mellett, meg 60 ezer kilométer mellett még van magánéleted? Van magánéletem, igen, van, csak hát nehéz olyat találni, aki ezt elfogadja. Tehát az, hogy sokat futok, keveset vagyok otthon, de próbálom megtalálni már ezt az arany középutat egy pár csalódás után, hogy tényleg úgy legyen, hogy mindenkinek jó legyen. De kihívásból még akad bőven, mondhatjuk azt. Akadna. Tehát nekem mindig voltak nagy álmaim, hát nagyon sok olyan verseny az ember nem tud eljutni, aminek anyagi vonzata van, mert azért nem olcsók a versenyek, meg pláne messze vannak, de azért lennének. Én azt kívánom neked, hogy sikerüljön minél több kihívásra pipát tenni. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.